Usánka 2,5. 0. nap. És a történetet ott hagytuk abba, hogy megérkeztünk Debrecenbe barátainkhoz, bár mielőtt velük elkezdtünk volna vacsorázni, én elmentem egy 2 órás masszázsra, mert nem tudtam forgatni már semmilyen irányba a fejem, és ez a masszázs az inkább volt sivogatás, mint masszázs. Bocs. Aztán utána vacsoráztunk egy nagyon-nagyon jót, eljöttünk ide ebbe a hotelbe, és hogy teljesen készen induljak el erre a hosszú repülőútra, ma reggel még volt egy kis szauna. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas. Aztán egy kis jacuzzi. Mamas. Úgyhogy most gyakorlatilag teljesen készen állunk arra, hogy elinduljunk a repülőgéppel, méghozzá Debrecenből müncheni átszállással egészen konkrétan New Yorkba, mert hogy a Lufthansa-nak van egy ilyen átszállásos járata innen Debrecenből is, és mivel a Lufthansa lesz az USA-nk a 2,5-nek a szponzora, bizniszjegyeink vannak. És mivel Dóra először utazik bizniszen, úgyis öltözött fel, mint egy bizniszutas, én viszont már azt hiszem másodszor, úgyhogy én meg úgy, mint egy paraszt. A hágatyámba. A hágatyámba, igen. A hágatyámba. Na gyertek, induljunk! Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Te nincs hiányérzeted? De, biztos, hogy valamit elfelejtett. A gyerekek! Ja, tényleg. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Ez most komoly, hogy eltakarod? Már is. Rendben van? De hát ki van írva, hogy nem hitelesített, úgyhogy ez nem rám vonatkozik. Nem. Ez túloz. Ugye? Aha. Egyébként nem pontos. Ne közelíts, ezt most komolyan mondom. -2 kiló, már a ruha, meg a cipő. Így van. Akkor álljon fel mesztelenül. Baby, it's drama, mama, don't like me. She be doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out. Az a helyzet, hogy van 1 óra 20 percünk az indulásig, nem is az indulásig, hanem a beszállásig, mert hogy hozzá vagyunk szokva az ilyen nemzetközi repülőterekhez, ahol kijön az ember, és körülbelül 2 órával azért indulás előtt ott kell lenni egy nagy bőröndel, hogy biztosan minden simán menjen, de itt 20 perc volt körülbelül az érkezés és a teljes beérkezés között, úgyhogy van egy csomó szabad idő. Szia! Az első adott alkalommal engem már hátra, hogy teljesen. Muszáj volt, nézd, ez egy komoly túra, és rengeteg nézőnek tartozunk izgalmas adásokkal. Nem maradhatok itt veled, ha baj van. 4D, 4A. Az ott a tied. Ja, hogy és ez itt az egyik. Na jó, van, örök meg. Ne. Ugyanis a biznisz azt jelenti a belföldi, vagyis nem belföldi, hanem Európán belül járatoknál, hogy egy helyet kihagynak melletted. És ez egy olyan repülőgépen, ahol 2x2-es ülések vannak, azt jelenti, hogy én ennél az ablaknál ülök, órának meg ott kéne ülnie. Jó, van, lehet átülni. De leszünk eleget egymás mellett. Tényleg közel vagy, úgyhogy lehet, hogy eljön. Ugye? Most mit csinálsz? Hát csak kilátás miatt. De hát... Jó, ha jövök majd vissza, ne aggódj. Throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the good year swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day by day ruler can't be too wrong. Na, meg is érkeztünk Münchenbe, ilyen körülbelül 1 óra 10 perc alatt, szóval ez egy teljesen fájdalommentes út volt. És innen 25 tengeren túli helyszínre lehet tovább repülni, és ebből a miénk lesz. New York pontosan. Mi átmegyünk oda a szatellit terminálra vonattal. De a legizgalmasabb rész az mégiscsak az, hogy a biznisz jegy mellé jár ilyen business lounge-váról, ahol ilyen nagyon-nagyon jókat lehet kajálni, viszont Attila
a drága jó Pákolic Attila elintézte nekünk a Senator Lounge-ot is, ami meg az első osztályú utasoknak jár, úgyhogy ott fogjuk kihúzni azt a néhány percet, ami a gép indulásáig még hátra van. Késésben van? Nem csak sok filmet láttak, látták a Reszkesetek Betörők 1-2-3-at, és megszokták, hogy szaladni kell a reptéren. Egyébként Robival. Szóval Robival mi tényleg rohanni szoktunk, de ott általában komoly késésben vagyunk. Ez képest most fel nagyon-nagyon laza. Egyébként esküszöm, nem tudom, hogy mi a különbség a Business Lunchhoz képest, mármint hogy pont ugyanúgy néz ki, talán ez a zöld izé, ez nem volt ott. Rájöttem a különbségre, hogy miben különbözik a Senator a Business-től. Gyere, gyere! Töltött paprikával? Nem. A töltött paprika, igen, az is, de nem az. Gyere, gyere! Már láttam. Hogy ez perverzeknek van. Szóval itt vannak ágyak, és le lehet pihenni, hogyha valakinek arra lenne szüksége indulás előtt. Olyan sokat mi nem leszünk itt. Azért csak elfekszem. Sose feküdtem még el Senator Lounge-os váróban. Oké, meg volt. Mehetünk. Gyere. Ja, és itt van zuhanyzó is. Amit mi nem fogunk igénybe venni, egy kicsit eszünk, egy kicsit iszunk, egy kicsit timelapse-elünk, mert itt aztán mászkálnak össze-vissza a gépek, és indulunk is New Yorkba. Vagyis New Yorkba, de az már majdnem New York. Na mi? Mi? Hát ez most már mégsem olyan töltött paprikának tűnik. Most nem töltött paprika? Vagy szomorodva? Most egy kicsit igen. Akkor egyéb mellé egy ilyen zöld ízét, amiről eleve nem tudjuk, hogy micsoda. Ez ami nudlik. Tehát nem fog meglepetés érni. Nem, mintha nem tömtek volna meg minket fél órával ezelőtt a repülőgépen. Akkor miért eszel? Tudom, milyen. A kíváncsiság? Nagyon-nagyon durva lesz ez a következő 10 nap, ha mindig eszünk, amikor kíváncsiak vagyunk egy ízre. Nem is hús ez valami. De az hús. Bár a svéd húsgolyónak tűnik. De mindenre azt mondod, hogy olyan, mint a svéd húsgolyó. Stimmel? Svéd húsgolyó íz. A világ az két részre oszlik. Igen. Ikás húsgolyó is. És nem. Már ikás. De jó. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. Na mi van, indulás előtt egy kicsit még befekszünk? Én most nagyon elfáradtam. Én most egy kicsit rádőlök. Azt tudod, hogy New Yorkban jelenleg délelőtt 10:30 van? Én? Vagy 8:30, a franc se tudja. Jó, hát akkor is van, hogy elfáradok. Ott a gépünk, A350-es. Szóval Dóra még sosem utazott repülőgéppel 7-8-9 órát, és repülővel 7-8-9 órát utazni az nem egy jó móka, és ő bizniszen kezdi, ahol viszont az, és teljesen téves elképzelései lesznek arról, hogy milyen a repülés. Nem ilyen a repülés, ez nem a valóság, ez egy science fiction, ez a Gazdagok és Szépek című sorozat, amiben bepottyantunk ilyen potyautasként körülbelül 8 órára, aztán kicsekkolunk belőle. Az se normális, hogy nem kell sorban állnunk, hanem így kényelmesen begurulunk. Nekem végig olyan hiányérzetem van, nem lehet, hogy mi már elhagytunk egy csomó mindent. Hé, gyerekek! Budapesten. There we go, our vloggers, right? Yeah. There we go. Yeah, thank you. Na, milyen az első széles törzsű repülőgép élményed? Nagyon kellemes. Azt mondjad, hogy mit nyomjak. De nyomj meg mindent. Kezd el kitapasztalni. De mi történik? És amikor felszállunk, én akkor is lehetek itt, te figyelsz, persze, igen, meg. Tehát az, hogy vannak biztonsági szabályok az ekonomi osztályon, és a bizniszen teljesen más. Tényleg? Itt akár fegyvert is hozhatsz, és lövöldözgethetsz repülés közben, dehogy is. Itt is össze kell magam csukni? Persze. Hol az asztal? Valahol valami varázslat? Na? Várja, valami... Intelligencia teszt. Ne, jó, már láttam a műsorodat azért. Jó, ez nem sikerült. Ja, jó. Most hajtogass ki. Nem. Igen, szóval az a helyzet, hogy azért így utazni a tengeren túlra, vagy akár csak Tisza kécskére, az egy egészen... Nézd, látod? Az egy másfajta élmény. Ja Istenem, hogy fog elterni vajon ez a 8 óra? Nem is tudom, hogy kivírjuk-e. Oké, kész vagyok. Az a baj, hogy ezt meg kell változtatni, szóval amikor felszállunk, akkor mindenféleképpen fel kell ülni, de hát azt a... Nem is tudom, 5-10 percet majd valahogy kibírjuk.
apologize, a trip through time. Look at the way he treats me, she look at the way you treat me. Skiller nose ass homegirl and got your ass in up the creek, G. Without a pad on, you left to straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my dick all in, I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, envy, cheating, beating, and the end to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song, let bygones be bygones, you can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Szóval felszálltunk a repülővel, és egy kicsi késésben vagyunk, ez azt jelenti, hogy nem ilyen 6 óra 30-ra érkezünk meg New Yorkba, hanem 8 órára, és akkor még át kell esnünk az ellenőrzésen, meg a testüregmotozáson, meg minden egyében, hogy rendben vagyunk-e, és nem akarjuk-e megsemmisíteni az Egyesült Államokat, és ha van egy kis szerencsénk, akkor este 10-re már a városban is vagyunk, viszont azért az elég késői, főleg, hogy ez a belső óránknak ilyen hajnal 4 lesz. Úgyhogy két dolgot találtunk ki, egyrészt, hogy alszunk egy nagyon-nagyon picit a repülőn, másrészt meg azt, hogy lehet, hogy a mai adásban nem lesz olyan nagyon-nagyon sok New York, miután ilyen zombiként tudnánk csak mindenfelé kószálni a városban, de majd pótlunk a következő napokban, hogyha esett. De azért valamit eszünk ott, nem? Vagy valamit csinálunk, hogy megnézzünk egy házat, vagy mit tudom én? Szerintem ne tervezzünk el, nem lehet tudni, hogy milyen állapotban fogunk leszállni. Jó, bemegyünk a taxival, bedobjuk a cuccunkat a szállodába, és legalább egy Times Square-t nézzünk. Mindegy, nem szóval vagy jó, nem, ne, éljünk a mának. Így van. Így van. Carpe diem. Ha esetleg nem ismernétek, egy zenekar volt a 90-es évek végén. Mr. Magyarossi, what can I get you to eat? I would like to have the prawns. Okay, it would be great. Okay. És az van, hogy miközben leadtuk a rendelésünket a kajára, ilyen félfekvő üzemmódba raktuk az ülésünket, és az a helyzet, hogy ez nagyon-nagyon kellemes. Vigyük el a Robiéknak. Milyen mert hogy Robi kell? Szerint de én ezt nem el... lehet, nem. Nem, Robi azt mondta, hogy amikor ott voltam náluk, én ezt elhagytam. Robi, figyelj, Dóra azt mondja, hogy nem vihetjük el, de én ezt most hazacsempészem neked. Szóval Robiéknál voltunk vendégségben, és Robi szerint én ezt valamikor elvesztettem a kajálás közben, de most igyekszem jóvá tenni. Ez nagyon jó. Sajt. És akkor most egy kis alvás. Micsoda?
hogy egy kicsit attól féltem, hogy ugye nem fogom tudni befogadni a látványt, tudod, amikor olyat látsz, hogy annyira tájidegen. Igen. De be tudom fogadni. Igen? Igen. Otthonosan érzed magad? Nem, nem azt mondom, hogy otthonosan érzem magad, de nem tájidegen. Nem egy, persze, hogy nem idegen, hiszen 1000 filmben de láttam. Igen, már. Lehet. Ott van egy rendőrségi smart a háttérben. Figyeljetek, egészen elképesztő élmény volt bejutni New Yorkba és az Egyesült Államokba, még csak hasonlóban sem volt soha részünk. Szóval a repülőgépről való leszállás és az Amerikába beérkezés között konkrétan 25 perc telt el, pedig ez sokkal-sokkal hosszabb ideig szokott tartani, mert van 10-15 perc, ameddig eljutsz az immigration officerhez, ott állsz sorba másfél órát, aztán utána vársz a csomagodra, most viszont 25 perc alatt megvoltunk az egészen, és onnan 25 perc alatt beértünk a városba taxival, szóval egészen elképesztő. Most egy kicsit fáradtak vagyunk, mert odahaza már ilyen hajnali, mennyi van, 4 vagy valami ilyesmi. Úgyhogy ezt a napot, ezt gyakorlatilag már nem tudjuk épp észre folytatni, szóval mi teljesen szétbomlanánk itt az utcán, elbúcsúzunk tőletek, de holnap folytatjuk New York szépségeivel. Sziasztok! Sziasztok.